Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Gurmai Zita, aki, mint látom, kedves nézőinknek már elvonási tünetei vannak, hisz legalább 3 hete nem volt itt a képernyőn, 3 hete nem zavarhattam minden mondatát meg újabb és újabb kérdéseimmel. Megpróbáljuk, megnézzük, hogy mennyire edződött az elmúlt 3 hét alatt. Terepen volt a drága szerkesztő. Kampányolt merre volt? Így van. Hát nyilvánvaló, hogy április 8-án országgyűlési választások lesznek, tehát az elsődleges terep Magyarország. Lehet, hogy az ön pártjából ön az egyetlen, aki ezt tudja? Hogy választások lesznek? Hát én azért bizakodó vagyok, hogy az én pártom is úgy gondolja, hogy választások lesznek, hiszen azon dolgozik, hogy valamilyen formában megegyezés szülessen, közös miniszterelnök, közös lista. De, addig, amíg ők a vizet darálják és nem szülnek semmit, addig ön, mint egy igazi nő, járja az országot és... Így van, és nem is akárhogy, hanem ebben a pink színű sálban, hiszen meghirdettük a Nők a Változásért mozgalmat. Mit is jelent ez a pink színű sál azon hát nézőink kedvére, akik lemaradtak valamiről? Jó, tehát ugye a Nők a Változásért mozgalmat indítottuk el. Szerettünk volna egy olyan színt találni, ami nagyon világosan üzen, amiben benne van az erős baloldaliság ezzel a harcias pirossal, és hát természetesen a rózsaszíne az nem más, mint ez az ártatlan fehér keveréke, tehát mindenképpen úgy döntöttünk, hogy világosan szeretnénk üzenni, hogy a nők változást szeretnének ebben az országban. Már 7 településen elindult a mozgalom. Most innen megyek Pécsre, aztán megyek Nyíregyházára, megállok közben Miskolcon is, tehát mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a nők tehát pártársainak építi a pártot, megpróbálja újra feltámasztani tetsz halálából a pártot, de vajon mit tesz önmagáért? Hiszen mint egyéni képviselő el fog indulni, ha jól tudom, Debrecen városában. Ez így van, és az a jó hírem van, hogy tudomásom szerint nincsen másik jelölt, hát bízom abban, hogy valóban megvalósul. Tehát elképzelhet, hogy a DK, az Együtt, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP, mindenki vissza fog lépni ott a térségben az ön javára? Én bizakodó vagyok, hát aztán meglátjuk, hogy mennyire veszik komolyan azt, hogy csak akkor lehet Orbán Viktort leváltani, hogyha minden egyes településen a legalkalmasabb jelölt indul. Egyébként én ezt tartanám a legfontosabb. Maga meg van győződve arról, hogy a pártja még létezik? Hogy ne létezne, nagyon is létezik. Azt kell mondjam, hogy az Európai Szocialista Pártnak most volt tanácsülés, az egyébként rendkívül sikeres Portugáliában, ahol ugye António Costa a beszédét azzal kezdte, hogy egyébként ő maga is bevándorló, hiszen nem portugál származás, és ehhez képest meg tudta valósítani a portugál csodát az elmúlt 2 évben. Az egyik közösségi oldalon hatalmas fiatal csapattal fényképezkedett ott. Hát a fiatal csapat fényképezkedett velem, ugye? Tehát azért igen, azt ne felejtsük el, hogy azért a dolog arról szól, hogy nyilvánvaló, hogy az nagyon fontos, hogy az Európai Szocialista Párt tanácsülésén Lisszabonban én voltam az első napnak az egyik záró beszélője, Gianni Pittella, a Szocialisták és Demokraták frakció vezetője előtt, és hát ami ugye nagyon fontos, hogy az összes pártelnök, illetve számos miniszterelnök vett részt ezen elnök a tanácsülésen, asszony. És arról beszéltünk, de hogy nem lehet, miért kell hogy a nők önnek Magyarországon kéne megnyerni a választásokat, és nem az Európai Szocialista Párt elnöki tisztjér, hanem a Magyarország ülési székért kéne küldjön. Én a következőt gondolom, Magyarország Európa. Magyarország szerves része az Európai Uniónak, én igenis úgy gondolom, hogyha bárki bárhol politizál, fontos az, hogy ne csak Magyarországon, hanem egyébként külföldön is jegyezzék. Én mindenképpen nagyon hasznosnak tartottam ezt a portugál találkozót, már csak azért is, mert érthetetlenül álltak az előtt a tény előtt, hogy miért van az, hogy miközben az SND frakcióban együttműködik a DK és együttműködik a Magyar Szocialista Párt, hiszen egy frakcióban vannak a DK és ott a szocialisták frakciójában, akkor nem értik azt, hogy miért akar külön indulni Gyurcsány Ferenc. Hát magunk között szóval én sem értem, én még mindig bizakodó vagyok, hogy ahhoz, hogy Orbán Viktort leváltsuk, ahhoz, hogy kigyógyítsuk Magyarországot Orbán Viktorból, ahhoz bizony az kell, nem, hogy a progresszió összefogjon. Először a pártját kéne a hosszú alvásból fölébreszteni? Én azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Párt most egy tárgyalás sorozatban van, én bizakodó vagyok, tegnap is volt elnökségülés, tehát mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy világosan meg tudjuk mutatni a választópolgároknak, hogy nekünk egy célunk van, a Fidesz leváltása.
Mit egyébként szól ahhoz? Az AIDS világnapja is volt, csöndesen megjegyzem, ugye erről is keveset lehet hallani a híradásokban, és ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt 10 évben megduplázódott a HIV-fertőzöttek száma, tehát gyakorlatilag azzal... Hála Istennek az orvostudomány segítségével ma már ez nem egy halálos betegség. Ez nem egy halálos betegség, de én azt gondolom, hogy az a fertőzött, aki nem tudja maga is fertőzött, hiszen nem járnak szűrésre az emberek, tehát a megelőző kampányra mindenképpen szüksége lenne. Mit tesz a szocialista párt, mit tesz az MSZP nőtagozatának elnöke, hogy Magyarországon többen menjenek el a szűrésre, felvilágosítási akciót, mikor nem egy másik párttal egyeztetnek a listáról, hogy ki hogy kerül be, hanem a tényekről. Én a következőt gondolom, tehát szerintem nem arról kell beszélni, hogy ki fog ki, és hol, melyik választókörzetben indul el, hanem politikák mentén. Tehát például alapjövedelem, például az AIDS-es fertőzöttekkel mi a közös politika. Tehát én szerintem egy csomó minden van, amiben meg lehetne egyezni. Én azt szeretném látni, hogy ebbe az irányba mennek a pártok. Mit szól ahhoz, hogy a pártja egy hölgyet választott a párt arcának? A következőt szeretném mondani, a Magyar Szocialista Párt világosan üzent, hogy komolyan veszi azt, hogy az ifjúsági munkanélküliség egy olyan ügy Európában, amivel egyébként mi rengeteget foglalkoztunk, az, hogy 9 millió új munkahely van ma Európában, ez az európai szocialistáknak köszönhető. Ágnes, a budapesti szervezetnek a vezetője, aki tisztességesen bizonyított, világosan szerette volna jelezni a Magyar Szocialista Párt, hogy számára fontos a nők. Én hosszú évek óta együttműködök Unhalmi Ágnessel, úgyhogy én bízom abban, hogy a női ügyek egy kicsit jobban felszínre törnek, hiszen Ágnes maga is elnök az, hogy maga is úgy fogalmazott, hogy ő egy kvóta nő, azért kerülhetett be a Magyarország gyűlésbe, mert valóban a női kvótán első között szerepelt. Látom, ön nagyon bízik abba, hogy be fog kerülni, és ugye a pártja... Nem, én abban bízok, hogy kormányváltás lesz. Az, hogy én bekerülök, vagy sem, az egy sokadrangú dolog. Én azt gondolom, az én életem az arról szól, hogy hogyan lehet jobbá tenni a Magyarország, illetve a Európában élő nők helyzetét. Én ezen dolgozom, azon dolgozom, hogy ahhoz, hogy kormányváltás legyen, ahhoz a nőknek pontosan érteni kell, hogy milyen típusú változásokra van szükség. A Nemzetközi Nőszervezetben meddig szól a mandátumon? Tanácsülés volt, ahogy ezt jeleztem, a következő kongresszus pontosan egy év múlva novemberben lesz, tehát ez azt jelenti, hogy akkor már arra készülünk, és egyébként ebben döntés is született az elmúlt időszakban, illetve a mostani Lisszaboni ülésen, hogy mindenképpen szeretnénk azt, hogy az Európai Szocialista Pártnak megint legyen az Európai Bizottság élére jelöltje, tehát többek között elfogadtunk egy olyan új programot, ahol arról beszéltünk, hogy legyen elérhető az egészségügy, legyen minőségi oktatás, az élethosszig tartó tanulás lehetőségét akarjuk biztosítani mindenkinek, és ahogy jeleztem, Lisszabon erre egy kiváló példa volt. Egyébként az előző kongresszus az európai szocialistáknak és demokratáknak itt volt Magyarországon, ahol engem sokat szóra választottak újra az Európai Szocialista Párt nőszervezete élére. Ez itt a kérdés, hogy az alapszabályok szerint hányszor választhatják még önt meg? Nincsen ilyen korlát jelen pillanatban, mert én úgy gondolom, hogy a teljesítmény elsődlegesen meghatározó az Európai Szocialisták Pártjánál. Az előző alkalommal a Lordok Házának a frakcióvezetőjét gondolták velem szemben indítani, de amikor a frakcióvezető azt mondja, rájött arra, hogy nem sok esélye van, akkor végül is nem indult el. Tehát én azt gondolom, hogy ki lesz meg a következő kell tudni... nem induló? Nem tudom még. Nekem kell eldöntenem, hogy mi az, amit én a következő időszakban csinálok. Nyilván nagyon fontos az, hogy mi fog történni Magyarországon, de ne felejtsük el, 2019-ben ismét európai parlamenti választások lesznek, és nagyon fontos az, hogy a szocialisták és demokraták a legerősebb frakció legyen, és szerintem erre még mindig azt gondolom, hogy van esély, mert az előző európai parlamenti választásnál az Európai Néppárt több mint 20%-ot veszített, tehát a szélsőség, aki bekerült az Európai Parlamentbe, hiszen közel 20%-ban már ott vannak a szélsőségek, azok szerencsére nem tőlünk jöttek, hiszen tőlünk csak 3 darab képviselői helyre került más. De hogy létezik az, hogy ön Európa és Európán kívül is az egyik legismertebb magyar politikus, ha ennek a 10%-a ismerettsége lenne itt Magyarországon, akkor most nem kéne, hogy egy debreceni helyért harcoljon. Azért, mert ma Európa nem számít. Egyszerűen ma, ha megnézzük, hogy milyen politikát folytat a jelenlegi kormánypárt, ma Európa ellenség. Tehát ennek megfelelően mindazok, akik Európát szeretik, mert úgy gondolják, én így gondolom, miután Európa nélkül egyébként Magyarországon nem lennének ilyen bérek, egyáltalán nem tudnának kórházak épülni, tehát végig kell gondolni, azt nem épülhettek volna utak mondjuk a mi kormányzásunk alatt. Tehát azt kell végig gondolni, hogy Európa számunkra fontos, csak ne felejtsük el, hogy megszólalt az a hang, megszólalt az hang, engedje meg, drága szerkesztő, ezt hadd fejezem be. Tehát
Gyakorlatilag, hogyha a következő pénzügyi tervben megszavazzák azt, hogy az, aki nem tartja be az egyébként tisztességes játékszabályokat, az ne kaphasson a pénzügyi forrásokból. Én azt gondolom, hogy minden porcikámmal ezzel ellen leszek, de azt is tisztességesen tudomásul kell venni, hogy be kell tartani az európai játékszabályokat, mert a legnagyobb értéke Európának, és azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, főszerkesztő úr, hogy béke legyen. És ennek az alapja maga az Európai Unió, ami egyébként 60 éves. Ennél gyönyörűbb végszót nem is mondhatott volna. Kedves nézőim, ugye észrevették, megpróbáltam az elnök asszonynak megadni a lehetőséget, hogy akár monológot is mondjon, de sajnos bele kell időnként szólni, hisz ismerjük gondolatait, sok erőt és jó munkát kívánunk, és visszavárjuk, és ugyanitt folytatjuk. Most előzetesek, majd következik dr. Komáromi Zoltán, a házi orvos együtt mozgalom vezetője, védőnökről, és miért hiányoznak ezek a világhírű védőnök mi nekünk. Tartsanak velünk az előzetes után is.